Jó estét kívánok! Ez itt a Kiemelő. Magazinunkban hosszabb összeállítást láthatnak a kecskemét új gyártócsarnokának átadójáról. Újra megjelent hazánkban a madárinfluenza. Hogy hol ütötte fel a fejét a betegség, és mi a teendő, hasznos információkat tudhatnak meg az adásban. Műsorunkban Kenyeres András sportmentál trénerrel beszélgetett kolléganőnk a toxikus kommunikációról. Ezzel kezdünk. toxikus kommunikáció a felnőtt gyermekrelációban az offline és online térben címmel tartott előadást Kenyeres András sportmentáltréner szakíró biológus a Petőfi Sándor katolikus általános iskolában. Ennek kapcsán lesz beszélgető partnerem maga az előadó Kenyeres András, akit köszöntök a stúdióban. Köszönöm megkívást! Miért tartotta létjogosultnak ezt a toxikus témát manapság? Hát azt is mondhatnám, hogy sajnálatos, hogy légy jogosult, Jó lenne, nem kéne erről beszélni. Jó magam trénerként is dolgozom. Az azt jelenti, hogy sportolókat, versenysportolókat mentálisan segítem, hogy a, megküzdjenek a kihívásokkal, ugye a verseny sport adott kihívásaival. És én közben sajnos sokat tapasztaltam, hogy például főleg felnőtt és gyermekrelációban is, mert itt külön kiemelném, hogy, hogy gyerekek oldalról közelítjük meg itt elsősorban a kérdést, különböző okok véget olyan kommunikációt tapasztalható, amely véleményen, véleményünk és sokak véleménye szerint talán már nem megengedett. Tehát a XXI. században nem feltétlenül kommunikálunk így, sem verbálisan, sem akár teljes ha így tetszik. Akkor térjünk ki arra, hogy mi az, ami nem megengedett, tehát a toxikus. Nagyon fontos, örülök, hogy itt teszi fel a kérdést, mert jelenleg ez még nem jogi kategória. Tehát fizikailag bántalmazni gyerekeket nem lehet, ez, pont ezen nem kell beszélni. Az, hogy mit lehet mentálisan, tehát mondjuk lehet-e ócsárolni a, bocsánat, a teljesítményére egy gyereket, megalázni mások előtt szavakkal, hogy, anélk, hogy hozzáérne mondjuk egy felnőtt, az a helyzet, hogy jogilag igazából lehetséges ez. És amellett, hogy természetesen nem minden szülő, felnőtt, edző, tanár viselkedik így. Én azt gondolom, még mindig egy magasabb szám van jelen ahhoz képest, ami elfogadható, és ami engem nagyon meglep, hogy, hogy nagyon sok akár szülő is, tehát felnőtt is ezt elfogadja, különböző okok véget, akár hierarchia, ez a szokás, más is elviseli, hogy mondjuk így beszélnek a, a, gyerekekkel. Még uh, a pont. És uh... De ugye a toxikus kommunikációt nem csupán szavakkal lehet elérni, hanem De. ugye a szemmelverés is egy jó módszer erre. De. Tehát, hogy ez, ez is, is és együtt is hatással. Igen, hogy a verbális részt aztán jól tudjuk mindig érteni, mert hogyha tényleg ezzel mondtam káronkodnak, akkor, akkor azt tudjuk, hogy ez, mondjuk hogyan káromkodik, tehát valaki magában káromkodik, vagy káromkodik valakire. Egy jelentős különbség, a 12 éves, 10 éves gyerekre fröcsögve, bocsánat, valaki káromkodik, azt való érezzük, hogy nem biztos, hogy ez helyén való. De vannak viselkedések is, amelyek mondok egy ilyet, egy gyerek, és nem, a gyerekek többsége mondjuk attól megijed, hogyha egy felnőtt, tegyük egy edző, mondjuk ököl el a falba csap, izomból, mert mondjuk nem tetszett nekik egy jelenet. Nem bántott senkit, nem szólt le senkit, de olyan felnőtt tett történt, ami egyébként megijesztheti, és okkal megijesztheti, hiszen egy olyan fizikai jelenség volt épp előtte, amely, amely megrémisztheti a gyermeket. Lehet, hogy én vagyok ott a stb. Tehát azt gondolom, hogy ezekkel legalábbis beszélgetnünk kell, és ennek a, Ezeknek a fórumoknak, amit jelen esetben a is érkezett, több helyen lesz az országban, ahol erről beszélhetünk. Szerintem az első szintje, hogy beszélgessünk róla, hallgassuk meg a másik vélemény, nézzük meg egyáltalán, kicsit izlegessük, hogy mivel értünk egyet, mivel nem értünk egyet. Ugye volt már önnek előadása erről, ebben a témában. Nevelők, vagy inkább a szülők vettek rajta részt? Tehát mi volt a tapasztalat? Mi, mind, mind, a, mind a két, sőt három. Én, én még behozom, az, mivel sportból jövök, a, a, az edzőket is, akik nagyon sokszor ugyanúgy nevelők is, vagy, és szülők is, akár mind a három is hát. benne lehet. Tehát, és még hozzátenném, hogy nagyon sokszor azok az emberek, akik elszenvedői voltak még gyermekkorban tehát már késő versenysportolók lettek, vagy éppen most felnőttek is, meg értelmezni, hogy mi miért történt. Tehát ez az összes csoport. Azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy, hogy igazából ma, ma este is egy központi tény, hogy talán az lenne jó, hogyha egy ilyen senki nem lenne jelen, már pedig azért, mert nincs relevanciája. Szerintem van. És milyen hatása van ennek a a kommunikációnak. Mármit ha a toxikus, a Értem, mind. azt hittem az előadásnak. Hát a toxikus kommunikációnak nem mint hogy egyikünk sem egyforma, elmondhatjuk, hogy gyerekek simán már, bocsánat, felnevelődhetnek úgy, hogy így beszélnek velük, és később nem látunk rajtuk semmi problémát, mert ellenállóbbak. Tehát van ilyen. Tehát nem az igazság, hogy többségében, nem tudom, mentális betegségekkel fognak Tehát küzdeni. nem lehet elő úgy, mint egy minta kvázi, hogy ezt láttam és ezt csináltam. De, amúgy igen, de magán mondjuk ő rajta, ő már szépen rendben van, ez semmi probléma nincs. Főleg akkor, Hogyha abban a környezetben, ahol van, akár abban az iskolában az edzés ez nem ővel szemben van, hanem mindenki ezt kapja. Tehát ez a normalitás. Ez a norma része, akkor nem én vagyok az, aki rossz vagy jobb, mint a másik, hanem éppen nem hajolok meg a norma előtt. Abban nagyon igaza van, hogy a későbbiekben, amikor azt vizsgáljuk, hogy ez miért használják ezt a módszert esetleg a felnőttek, annak egy fontos része van, mert ő, ellen, ő vele szembe is így viselkedtek És Hát ez nem tudatosan gondoljuk végig, ami velünk történt, tehát ezt mi is visszük tovább. Ezek többségében automatizmusok. Na de fontos kiemelnünk, hogy vannak, akiknél viszont komoly problémát, traumát is okozhatnak ezek a dolgok. És nagyon érdekes, nyilván nevek is, konkrét helyzetek nélkül, pont volt egy ülésem, ahol egy ügyfél azt mesélte el neki, hogy sajnos ő fizikai bántalmazásban is részesült a szüleitől, de nem ez hatotta meg legalább, hanem egy-egy mondat, amit az anyja vagy az apja mondott, amelyben mondjuk olyan szinten lebecsmérelte az egyént, mint valakit, hogy ez azt mondta sokkal mélyebben hatott benne, mint bármelyik ütés. Egyik sem jobb, mint a másik. Csak valahogy mi még szerintem Magyarországon a verbalitást, a szavak és azok súlyát kevésbé veszük komolyan, mint mondjuk a fizikai dolgokat. És ha egy gyermek ugye ezzel van körülvéve, akár otthon is, és edzésen is, és iskolában is mondjuk, visszaszerezhető-e még az ő bizalma? Fel tud-e nézni úgy majd arra a felnőttre, akit eddig istenített mondjuk? Ez egy jó kérdés, és erre sajnos nem tudok nagyon könnyű, kielégítő amerikai választ adni, és persze, csak ez jellemzően, nyilván az ügy mélységétől függően ez jellemzően terápiával jár, tehát van rá lehetőség. Azt is kell látni, hogyha egy gyerek ilyen történik, azért nem mindenki ilyen és a gyerek hajlamos olyan példaképet választani, olyan nagypapát, apát, anyát, stb., aki, aki nem ilyen, és aki mondjuk szeretettel fordul hozzá, nem ez a fajta szeretettel, amely inkább eltaszító lehet, és azért ezt a példát is viheti tovább, hogy én ilyen leszek. Tehát válasz magának példaképet. És hogyan tudunk akkor jól dicsérni, hogy, hogy beszéljünk erről az oldalról, mik hát azok az eszközök, amiket... A kérdésében egyre visszább kell mennünk, ugye dicsérni tehát nem is, hogy jól. Tehát az bizonyos környezetben, ahol a toxikus szavak előfordulnak, hogy jellemzően például kritizálás kultúrája negatív, az egy teljesen normális. A dicséret az eleve inkább a nincs kategóriája, mit dicsérem, azt csinálja, mi a dolga. Tehát a jó dicsérni, ez a következő szint. Én szerintem a jó dicséretnek egy kulcsa van, az dicsérjük, hogy amit, amikor valaki jót végez, és tényleg van mögötte valami teljesítmény, azt meg kell erősíteni. Ugyanígy meg kell erősíteni azt is, amit valaki jól végzett, mint a, amikor nem, mert hogy emlékezne rá egy gyerek azt, hogy most jól rajzolta le az óbet, most mondok valamit, nyilván először rajzolja, úgyhogy elmondja a tanító hogy ez így rendben volt. Ha ez nem kapja ezt a visszajelzést, ugyanúgy, mint a, 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 amikor esetleg rosszul tette, akkor nem tudja megerősíteni önmagába. És ez, ez a jó a dicséret, azt gondolom, mindig a tényleges tettekhez kell, hogy kapcsolódjon. Milyen irodalmat online fórumot ajánlani azoknak, akiknek, akik szeretnének elmélyedni még ebbe a témába? Szerencsére vannak azért alapítványok, Intelovon alapítványt emelném ki, nincs itt közvetlen kapcsolatom velük, akik foglalkoznak ezeknek, főleg az extrém helyzeteivel, tehát a gyermek bántalmazások, mit lehet tenni. De azt gondolom, hogy ebből kiebb kell jönni, hogy hogyan kommunikáljunk például, remek pszichológiai témákkal foglalkozó könyvek vannak, és Tipkovics a kedves kollégámat, jó ismerősebbet emelni, aki 6-7 könyvet írt hasonló témákba, attól függ, hogy gyerek gyerekek, kamaszokról van szó, vagy épp szülők egymással a kommunikációról, Én azt gondolom, az már nagyon jó, ha elkezdünk keresgélni, nézelődni, mert ma inkább az a probléma sokszor, hogy túl sok minden valami körbevesz bennünket. Én azt gondolom, az már nagyon jó, hogy elkezdünk keresni és nézelődni, vagy beszélgetni eleve a erről a baráti társaságban. Ez egy jó kezdet. Köszönöm Kegyenes Andrásnak, hogy velünk tartott, és remélem, hogy, hogy ebben a témában minél többen elkezdünk keresgélni, hiszen ez a jó út. Köszönöm, Köszönöm. szépen. Köszönöm. Mintegy 250-270 munkahelyet teremt Kecskeméten a CETEF csütörtökön átadott új üzeme. A Panattoni, Hangeri és a Kecskemét prémium iparpark által fejlesztett, csaknem 17 ezer négyzetméteres gyártócsarnokban a Mercedes számára állítanak majd elő első és hátsó tengelymodulokat környezetbarát technológiával. A gyár példás összefogásban a városi alapkezelő ZRT bevonásával valósult meg egy hónappal a tervezett határidő előtt. Tavaly decemberben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be Budapesten, hogy a német hátterű CETEF Chessis Modules Hungary Kft. egy-egy gyártóüzemet létesít Debrecenben és Kecskeméten, a BMW, illetve a Mercedes kiszolgálására, összesen 24 milliárd forint értékben. A kecskeméti üzem széleskörű összefogásban valósult meg a vezető ipari ingatlan specialista Pannatoni Hungary és a Kecskemét Premium Iparpark együttműködésében, állami és városi tőke bevonásával. Az épületet ma adták át a Kecskeméti Prémium Iparparkban. A rendezvényen Kemenes László, a Panattoni Hungary ügyvezetője hangsúlyozta, kitartó munkával, kiváló partnerekkel, felkészült szakemberekkel egy minden szempontból értékteremtő beruházás valósult meg. A CETEF Chessis Modules Hungary csúsz gyártócsarnokának átadása ennek a közös munkának az elismerése a fő név itt a CETEF, aki a Mercedesnek az egyik fő beszállítója, és az ő megbízásukból, az ő elképzeléseknek, elképzeléseiknek megfelelően építettük meg ezt a logisztikai és gyártócsarnokot. Ez egy közel 30 millió eurós beruházás, ami tényleg sok résztvevővel közös összefogásban egy év alatt, kevesebb, mint egy év alatt megvalósult. A CETEF itt felfüggesztési rendszereket gyárt és szállít be a Mercedes számára. Ugye azt hallottuk, hogy a végcél az, hogy 300 embert fognak foglalkoztatni. Azt gondolom egy jelentős beruházás és egy jelentős lépés a Kecskeméti Ipari Park életében is. Panattoni tulajdonképpen egy, egy, egy fejlesztő, egy ipari ingatlan fejlesztésre specializálódott cég, amerikai háttérrel, illetve európai valsói központtal. A mi szerepünk ebben a fejlesztésben tulajdonképpen, a, ahogy az angol mondja, a pontok össze kötése volt. Mi tárgyaltuk le magát a béleti szerződést a CETEF-fel, tehát a mi kapcsolatrendszerünkön keresztül került a CETEF kecskemétre, és gyakorlatilag mi bonyolítottuk a beruházással és a fejlesztéssel kapcsolatos összes tervezési, finanszírozási, projektmenedzsment, kivitelezési, engedélyeztetési és eljárásokkal kapcsolatos teendőit. Szemerei népat, aki Klaudia beszédében úgy fogalmazott, hogy egy egyedülálló beruházásról van szó, mivel több szereplő kellett ahhoz, hogy a Kecskemét Prémium Iparpark fejlesztése elinduljon. A kockázati tőke alap bevonásával tudjuk támogatni azt a gazdasági fejlődést, amelyet a Mercedes és a beszállítói köre, és nem csak a Mercedes beszállítói köre, hanem most már látjuk, hogy a BMW, a BYD és győri autóipari termelők is ide települnek Kecskemétre logisztikai vállalkozások, tehát egy középpontja lettünk az országnak, a gazdasági erőnek, és ebben nagyon nagy jelentősége van ennek a lépésnek is, ennek a beruházásnak is. A beruházás a Kecskemét Prémium Iparpark első komoly projektje, melyet további fejlesztések követhetnek a déli iparterület új körzetében. Számos olyan Mercedes beszállító van, aki egyszerűen bérleti lehetőséget keres, és ahhoz, hogy egy ilyen épület felépüljön, ahhoz befektetőkre és pénzügyi finanszírozókra van szükség. Mi ebben tudunk megoldást kínálni. Molnár Tamás, a CETEF Chessis Models Hungary Kft. pénzügyi vezetője a híres.hu kérdésére elmondta, hogy a kecskeméti üzemben egyenlőre próbatermelés folyik, a jövő év folyamán fokozatosan fogják feltölteni a pozíciókat, és 2026-ban indulhat el a széria gyártása tervek szerint 250-270 fős alkalmazotti létszámmal. A Kecskeméti üzemben gyártandó modulok értékét érzékeltetendő megjegyezte, hogy egy kész Mercedes autó összértékének mintegy 30%-át teszi ki az általuk beszállított rész. Újra megjelent a madárinfluenza. A vírus egyik altipusát mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma Fehér, Hajdubihar, Békés és Jász szolnok vármegyében az elhullott vadarabból vagy házi állományokban. A baromfi tartóknak szigorítaniuk kell a szabályokon, ugyanis ahol megjelenik a betegség, ott az egész állományt le kell ölni. Ismét madárinfluenza veszélyezteti a hazai baromfi állományokat. Alig néhány nappal az első vadmadár esetek igazolása után a házi baromfi állományban is kimutatta a madárinfluenza jelenlétét. A Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatal laboratóriuma, a Békés Vármegyei 25 ezres pecsényakacs állomány felszámolása folyamatban van. A Nébih eddig fehér, Hajdúbihar, Békés és Jász nagykonszolnok vármegyékben mutatta ki a vírus jelenlétét. Ezen a kerekegyházi telepen már évek óta nem jelent meg a betegség. Ennek oka, hogy szigorú szabályokat tartanak és tartatnak be a gazdálkodók. Tojótyúk tartással, tojás termeléssel foglalkozunk, mintegy 25 éve, 115 ezer darab tojótyúkunk van. 2016-ban volt madárinfluenza fertőzés a telepeinken, azóta nem. Kerek Kerekegyházán volt már időközben, de bennünket elkerült. A legfontosabb a zártartás szabályainak betartása, ami annyit tesz, hogy a szabadtartású istállókban a madarak innentől kezdve nem mehetnek kifutóra, értelemszerűen, ahol liba, kacsa, vagy olyan madár van, ami jellemzően szabadban van a szintén, vagy madárhálóval védik, vagy fóliába fogják őket beterelni. Itt nálunk a legfontosabb, hogy a, ugye itt ketreces istállók vannak, hogy a vadmadarak behatolását azt mindenképp meggátoljuk, szintén hálózással, az ajtók zárásával az a legfőbb veszély, hogy a cipőtalpon beviszik az istállóba a vadmadár ürülékét. Emiatt mindenütt lábfertőtlenítést foganatosítunk, tehát tálcák vannak, fertőtlenítő tálcák, a ruházatot fertőtleníteni kell, a bejövő gépjárműveket permetezzük, illetve át kell hajtsanak a kerékfertőtlenítő medencén, tápos és a trágyás autók szintén ilyen fokozott veszélyt jelentenek, ott különös módon le kell őket permetezni, mert ők több telepre behajtanak, és átvihetik egyik telepről a, a másikra a fertőzést. A takarmány és a vízfogyasztás, a tojástermelés csökkenése és az állatok vágyacsága az első tünetei a madárinfluenzának. Az intenzív fertőzésnél nyaktekeredés következik be az állatoknál. Nagyon fontos a megelőzés, mert hogyha egy állományba bekerül a madárinfluenza, azt onnan már nem lehet visszahozni. A hatósági állatorvosnak mi hamarabb jelenteni kell a fertőzést azért, hogy az intézkedést meg tudja tenni, és a, a többi istállót vagy többi telepet meg tudjuk védeni, vagy a, a helyben lévő más gazdálkodók állományait. Amennyiben bekerül a madárinfluenza egy állattartó telepre, akkor a teljes állományt le kell ölni. Az ország minden része veszélyeztetett, mert a vadmadarak bárhová elvihetik a fertőzést. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Kecskemétnél épül a vidéki Magyarország legnagyobb csomóponti rendszere, mondta Pántja József helyettes államtitkár. Egy szakasz hiányzik a négysávos összeköttetéshez, az M4-ben négyes út Kecskemét Szentkirály közötti szakaszának megvalósulása pedig ütemezetten zajlik. Átadták a Panattoni és a Kepi Kft. fejlesztésében elkészült új kecskeméti szertefüzemet. A csaknem 17 000 négyzetméteres gyártócsarnokban a Mercedes számára gyártanak majd tengelymodulokat. Az üzem 250-270 új munkahelyet teremt. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálaton vehettek részt ma a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei, munkatársai és a rászorulók egyaránt. A felmérés az ölelőkéz ápolási és hospice alapítvány együttműködésével valósult meg. Hat általános iskola elsőseit ajándékozta meg a Városi Szociális Közalapítvány. Összesen 170 gyermek kapott ajándékcsomagot és koncertélményt ma az otthonmoziban közleményben adott hírt a Csík Zenekar arról, hogy alapító névadó tagja Csík János kilép a zenekarból, 2025-től már nem vesz részt rendszer szintűen a közös munkában. Kedves nézőink, hírórával legközelebb, holnap várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval és érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket, legyen nagyon szép az estéjük, viszontlátásra!